Halihó, sziasztok kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt a Beauty csatornámon! Arra gondoltam, hogy csinálok megint egy videót nektek, és ezt most fel is fogom venni. Úgyhogy tartsatok velem! Visszapörgettem a videókat, és pontosan három hete, legalábbis a Youtube statisztika szerint három hete vettem föl nektek egy elfogytak videót, de az az igazság, hogy annyira megtelt a piros szatyor, és gyakorlatilag most már megint félig ki van szakadva, hogy igencsak megérett egy selejtezésre, egy kidobásra, és mielőtt én ezeket tényleg végleg kidobnám, megint csak megmutatom nektek, tehát most következzen egy ilyen elfogytak videó, hogy az utóbbi időben miket, milyen szemetet termeltem a fürdőszobába, hogyha ez a téma megint érdekel titeket, gyertek velem. Nos, itt van a bizonyos piros szatyor, de mivel most a fürdőszobában egy kicsi ilyen kupi van, nem tudom én ezt most ott fölvenni, mert hát ilyen nagy takarítás közepe, vége fele tartunk, és most pont a földőszobában még nem fejeztem be teljesen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ide behozom, itt most jó fény van, és ide belakom a cicák közé, gyönyörű csendélet, mindjárt kipakolom az összes cuccot, és akkor egyesével bemutatom, hogy mik ezek a termékek. Jó? Na, akkor maradjatok velem! ne mondja senki, hogy ez nem néz ki jól. Azért ez nem egy megszokott bemutatós pillanatkép, mert én azért így még nem nagyon láttam elfogytak beauty termékeket bemutatni úgy, hogy a két szélén két cica baráldás, az egyik több mint 8 kg. Igen. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele ebbe a témába. Azért gondolom a fényekből már látjátok, hogy az intrót azt még este vettem föl, és annyira befáradtam, hogy nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy egy kicsit most átcsúsztattam ezt a felvételt a mai napra, de azt az elejét azt úgy gondoltam, hogy meghagyom. Úgyhogy most akkor befordítom szerintem a kamerát, és akkor nézzük meg, hogy mik ezek a cuccok, jó? Először is megpróbáltam valahogy ide helyezkedni, mert olyan sok hely most nekem így nem jutott két macskával meg ebben a sok cuccal, úgyhogy ez most valahogy így néz ki, látjátok. Ilyen, hát ilyen kényelmesben vagyok, elhelyezkedtem kényelmesbe is, úgyhogy most tényleg befordítom a kamerát, mert szerintem azért így lehet, hogy hogy egy kicsit macerás lesz, de mindegy, azért próbáljuk, meg megpróbálom ilyen felesbe mutatni, jó? Ha nem fog menni ilyen félkézzel, mert az állványt ide most erre a puha ö, szekcióra nem tudom lerakni, úgyhogy most ilyen felesbe megpróbáljuk, jó? Ha elfáradt a kezem, akkor így visszafordítom a kamerát. Egyből a szempontból viszont jó, hogy így kipakoltam mindent, mert ugye azt szoktam csinálni, hogy kiborítom a mosdóba, és akkor nem látom át igazából a dolgokat, de így most egy kicsit tudtam rendszerezni a dolgokat. Úgyhogy én egyből, amit szeretnék nektek megmutatni, az három arcérum a Geek and Gorgeous-tól. Az egyik a C-vitaminos acérum, ami elfogyott, még egy C-vitaminos arcérum, ami elfogyott, és a B-bomb, ez a niacinaminos, igen. Ez egy 10% niacidamin tartalmú szérum. Az, az igazság, hogy én ezeket a Geek and Gorgeous szérumokat nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon jónak tartom őket, és nagyon-nagyon jót tesz a bőrömnek, most egyébként nézzétek meg, minden filter, minden frinc France nélkül, csak egy BB krém, illetve a kedvenc Revolution palettámmal kontoroztam, pirosítottam, és ez egy kis highlighter, szóval nem csalás, nem ámítás, nagyon-nagyon esküszöm a szérumokra, és a, erre a termékcsaládra, úgyhogy próbáljátok ki őket, a C-vitaminos szérum különösen mindenféle egyéb bőrhibákra, felszíni bőrpírra, akár ilyen kis pici pattanásokra, amilyen láthatatlan, csak te úgy érzed. Esküszöm, hogy valamelyik napi éreztem, mint hogy valami ki akart volna itt jönni, nem tudom, kozmetikusnál voltam, és mintha itt éreztem volna, hogy mintha valami akarna itt kijönni, nem tudom, valami ilyen. Ráraktam a C-vitaminos szérumot, figyeltek, elmúlt. Tehát nem jött ki semmi, és a felszínen se volt semmi másnap se. Úgyhogy én nagyon javaslom nektek ezeket a szérumokat, próbáljátok ki. Én a Hélia D oldalról szoktam rendelni. Elfogyott egy arcmaszk is, ez egy ilyen simán rákened az arcodra, és ennyi. Azt hiszem, hogy ez egy baleás volt. Szerintem ez egy baleás maszk volt, ilyen anti ráncosodó cucc. Én nagyon szeretem ezeket a DM-be lehet kapni, nagyon jó áron van. Általában akkor rakom föl különben, amikor fürdök, és akkor ott a kádba bekenem magamat, és mikor letusolok a végén, akkor leszedem. Úgyhogy ne várjatok csodát, nem lesztek tőle 20 évvel fiatalabbak, de valami kis kényeztetés, és ha nem akartok ilyen nem tudom hány ezer forintos maszkokat és egyéb dolgokat vásárolni, az termékeket, akkor bőven megfelel egy ilyen kis kényeztetésnek egy ilyen kis baleás arcmaszk. Tisztít, nyugtat, mi kell még? Maradjunk az arcápolásnál, most vagy ott el a mixa habzó. Gélem, és ez lesz az egyik, amit tudtok, hogy meg fogok venni a Glamour napokon kuponnal, mert euh, szerintem erre 40-50% szokott lenni. Nagyon sokáig elég, szerintem több hónapig, én a végén már fel is higítottam. Vízzel, úgyhogy euh, a mixa termékeit nektek nagyon tudom ajánlani két arckrém is, ami elfogyott, az egyik a nak, ez a szőlőmagolajos kivonató Kréme nagyon szerettem, szerintem ezt is újra fogom rendelni, és biztos, hogy lesz a Zelkához is valami kupon. Ha nem is a Zelkához, akkor viszont a Héliadé oldalhoz lesz valami kupon a Glamour napokon, és ott ezt is meg tudjátok rendelni. A másikat pedig biztos, hogy megveszem, mert erre viszont tudom, hogy van kupon. Ez a Diaderminnek ez a hát ilyen életbőlre való hidratáló kréme, éjszakai krém, de én ezt akár nappal is használom, teljesen mindegy, imádom az illatát, imádom az állagát, nagyon-nagyon szeretem, és az az igazság, hogy ez az a típusú krém, ami nekem nagyon bejött, és nem hiszitek el, hogy az előző glamour napokon vettem. Tehát, hogy két glamour szezont kibír, tehát szezonálisan szezon ugye tudod használni, és amikor jön a következő glamour napok, ami most lesz ugye egy olyan tíz nap múlva, akkor én ezt újra fogom vásárolni. Azt hiszem, hogy erre 40% van, de, de lehet, hogy 50%. Ezt most nem tudom pontosan de az biztos, hogy újra fogom venni, és mindenkinek, aki kérdezi, hogy ajánljak drogériás, jó arccrémet, én a diadermint szoktam mindig mondani, mert ez nekem nagyon-nagyon bejött. És jöjjenek ilyen hajpakolások, hajápoló ö, cuccok, hát, amit már többször mondtam, hogy most már én csak... Ö, hajszínezőt használok, és most is hajszínező van rajtam, frissen van színezve, frissen voltam fodrásznál, látjátok, most sötétebb tincseim vannak. Nagyon-nagyon szeretem most ezt a hajamat őszintén. Őszre kicsit beszoktam sötétedni, és a palette hajfestékből már, én nem is tudom, hogy mikor használtam utoljára, de egy csomó ilyen hajápoló balzsamot ugye így őrizgettem, mert egy alkalommal nem kell felhasználni mindent, és hát én nekem annyi ilyen festékem volt, és még el is ajándékoztam ezek közül, úgyhogy ezek a palette hajápoló ilyen hajbalzsamok szuperek, amit most használok a hajamra, az a szájosznak a hajszínezője, úgyhogy az ő kondicionálója is szuper, illetve vettem egy ilyen kettő az egyben hajkórát, bio citrom és bio papaja, ez az alverdés ez azt hiszem, hogy ilyen három alkalommal volt elég, pedig látjátok, hogy nagyon sok hajam van, nagyon hosszú most már, és simán három alkalomra elég volt. Úgyhogy ezeket neke, nektek nagyon tudom ajánlani, tényleg, hogyha színezitek a hajatokat, a szájoszt, és az ilyen hajápoló cuccoknak pedig az alverdét. Fogyott, kettő darab, ha jól látom, igen, kettő darab izana, ez a zöld, illetve ez a barna. Száraz sampon, tulajdonképpen a száraz samponokkal úgy vagyok, hogy használom, de valahogy még nem találtam meg igazából azt, amelyik a legjobb, úgyhogy állandóan mást veszek. Ezek az izanások ugye a Rosszmanos, most éppen Baleásat használok, de mondtam, a Batistot is szerettem nagyon. A Saumának van egy nagyon jó száraz samponja. Én a szájost igazából nem kedvelem, úgyhogy azt nem is szoktam venni, viszont ezek nagyon olcsók, tehát tulajdonképpen, ha akartok egy ilyen probléma megoldást, hogy nem állandóan hajat mostok, hanem néha egy kicsit kisegítitek magatokat ilyen száraz samponokkal, akkor az olcsó is jó, úgyhogy izana, a balea, tök mindegy. Én ezeket tudom nektek ajánlani. Elfogyott az egyik kedvenc tusfürdöm. Ez a Barnengen, ez egy ilyen svéd, azt hiszem egy ilyen svéd márka, de hogyha nem az, akkor szori. Most ennek nem fogok igazából utána nézni. Imádom ezt a típusú illatot, ez a púderes ilyen baba illat. Nagyon jól habzik, nem irítálja a bőrödet, ez egy drága bár kategória, de én szerintem a glamour napokon ezt is be tudjátok szerezni. Nézzétek meg, ha nem ismeritek, én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon sokáig elég volt. Kettő darab dezodort hoztam ide, ami szintén elfogyott. Az egyik egy ilyen adidas 0%-os. Szerintem ezt mind a ketten használtuk a Ferivel, mert ez, ez ilyen unisex, de viszont nagyon-nagyon jó, alumíniummentes. A másik pedig az egyik kedvenc dezodorom, ami a fennyálnak, ez az ilyen parfüm dezodorja. Tulajdonképpen nagyon régóta szeretem ezt az illatot, nagyon-nagyon finom illat és hát ez nem egy szóval ez tényleg egy ilyen de nézzétek meg, ha nem ismeritek, ezeket nagyon-nagyon tudom ajánlani nektek, azoknak, akik, akik szeretnek így dezodorozni, és nem csak parfümözni, és szeretik az ilyen nagyon friss, citrusos, ilyen igazán olyan, hát, könnyed illatokat. Most visszafordítottam egy kicsit a kamerát, mert már így kezdett a, konkrétan, a karomille fáradni, ide raktam még hajápolási dolgokat mert ezek még ide tartoznak, ugye még itt van egy ilyen szájosz, amit az előbb már mutattam, de itt még találtam egyet, a dávnak nagyon-nagyon szeretem ezt a kolorker kondicionálóját, ezt a balzsamját ez egy nagyon-nagyon jó kis balzsam is. Egyszer azt mondtam, hogy az egyik nagy meglepetésem, mert nagyon-nagyon hihetetlenül nagy meglepetést okozott nekem. Ez egyébként ilyen kollagén tartalmú, egy nagyon-nagyon jó balzsam, kifejezetten ilyen szárazabb festett hajra ajánlom. Hát ő már egy nagyon régi kis dolog volt itt a polcom, most már nagyon el kellett használni, szerintem egy éve ott van. Nem tudom egyébként milyen megfontolásból vettem meg annó, Végül is semmi extra, látjátok, egy ilyen intenzív olajos hajmaszk, argánolajjal, rendkívül igénybe vett szárazhajra. Hát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy én ezt anyukámnak vettem meg annó, és ő azt mondta, hogy neki nem kell. Ő csak is kizárólag Hélia D termékeket használ, úgyhogy én ezt akkor visszahoztam tőle, de nálam is csak így állt-állt a polcon, de hát tegnap kivégeztem. Nem egy olyan nagy etvász, viszont ahhoz képes meg elég drága. És ez az egyik újdonság, amit így felfedeztem magamnak, ez az alterrás, a rossz mama tudjátok megvenni, dúsító hajsampon. Nagyon szeretem, nagyon jót tesz a hajamnak, néha kell a változatosság, úgyhogy én ezt mindenképpen tudom nektek ajánlani, és nagyon jó árban is van. A testápoláshoz és az arcápoláshoz van itt három termék, ami elfogyott. Amit nagyon-nagyon szeretek, a Himalája termékcsalád, és újra és újra veszem. Ez a, hát nem is tudom, ilyen uborkás aloe verás. Igen, hidratáló aloe verás. arclemosó, ez egy ilyen habzó arclemosó, ez is nagyon-nagyon sokáig elég volt, nagyon-nagyon szerettem. Ő is egy újdonság volt, amit nyáron vettem, ugye, mert kicsit zsírosabb lett így a bőröm, és nem hiszitek el, hogy én minden reggel mostam ebből az arcomat, ugye ez egy ilyen zsíros bőrre való arclemosó, Citromos illatú egyébként, és teljesen elmúlt az arcomnak a zsírossága. Most vagy azért, mert már nincs 40 fok, és azért múlt el, vagy ő miatt, nem tudom, higgyünk abba, hogy ő segített. Úgyhogy a Himalája termékeket nagyon ajánlom nektek. És most vagy ott el, ami hát hónapokig használatban volt. Mondjuk én egy héten egyszer használtam ezt a Dáv testradírt. Ez egy ilyen, mindjárt mondom, ilyen mandulás illatú, azt hiszem. Vagy makadámdiós, nem is tudom, de az a lényeg, hogy egy ilyen nagyon finom illatú, igen, makadámia diós, és ilyen risszemeket tartalmazó, teljes testre való bőrradír. Nagyon szerettem, és főleg ugye én nyáron egy kicsit, hát nem mindig, de időszakosan használtam ilyen krémeket, és amikor már úgy kopott le, akkor nagyon-nagyon jó használatot tett ez a bőradír, mert szépen leszette ezeket a csúnya foltokat, és szép, tiszta, egyenletes lett a bőr tőle. Úgyhogy, ha ki akartok próbálni egy jó bőradírt, ilyen zuhanyozás közben, akkor a Davot nagyon ajánlom nektek, őre is lesz kupon. Kevésbé érdekes két termék, amiknek természetesen csak a dobozát őriztem meg, hogy tudjam mutatni. Ez az a két fokrém, amit én mindig használok, a Paradontax, illetve a Szenzodűne. Érzékeny fogóaknak ajánlom mindenképpen, és nem csak fogényvérzésre, mert most például fölsértettem az ínyemet, és két napig ecseteltem ebből a Paradontax fokrémmel, nem vettem semmilyen extra ecsetelő, szájoblítő, bla 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 bla, úgyhogy simán megtette a Paradontax a hatását, úgyhogy ezek a legtutibb fokrémek én ezeket nagyon szeretem. Az előbb a dezododok, na, pre, Na, még egyszer. Az előbb a dezodoroknál elfelejtettem, nem láttam meg ezt a dávot, pedig ez nekem az izzadásgátló. Az izzadásgátló. A dáv originál, úgyhogy ő is elfogyott. Szeretem a habfürdőket, és nem szeretem erre egyébként olyan nagyon nagy összeget kiadni. És ott egy cica láb, hát ez halál, azért nézzétek ezt meg. Szóval hónapokig használtam ezt a Balea krém vaníliás illatú és rózsa illatú habfürdőjét, ezt is szoktam mondani, hogy a vanília illatokat így testemben nem szeretem, imádom a vaníliát amúgy fagyiba, meg tejitalba, stb., de, de így magamon, mint illatot nem, viszont hál' Istennek ebbe a rózsa illat jobban dominál, ez is most fogyott el, illetve ez ilyen Today Dent, ez egy ilyen nót, Vásárlás volt, az egy ilyen hirtelen szükségvásárlás volt. Azt hiszem, hogy ezt a tenibe vettem? Igen. Úgyhogy most egyébként egy Listerin szájöblítőt használok, de ez egy ilyen olcsó kis, jó, mentolos szájöblítő volt. Jó volt, elfogyott. Na és már csak egy termék maradt, úgyhogy erre most már visszafordítottam a kamerát, mert talán ezt még kibírom, hogy fogjam. Az Ivrosétól az egyik kedvenc illatom, ez a mandarinos tusfürdő. Ez a tusfürdő az, amit imádok. Nem nagyon sűrűn használok ívrosé dolgokat, főleg mondom, ajándékba szoktam kapni, ezt is többször már elmondtam. Pillanat, csöngetnek. Nos, a csöngetés előtt ott tartottam, hogy ívrosé, és hogy ez a kedvenc illatom. Nem tudom, hogy jártok-e ívrosé üzletekbe, de. Ugye online is, webshopban is elérhetőek, és ha nem ismeritek ezt az illatot, én ezt nektek nagyon tudom ajánlani, mert isteni finom mandarinos illat, de nem is a mandarin, hanem olyan olyan különleges, ö, olyan extra. Nem tudom elmondani, évek óta szeretem ezt az illatot, és ö, ez az egy, amit, hogyha mondjuk így választani kell ajándéknak, vagy mondom, a kolléganőm nagyon sokszor szokott nekem ajándékozni, mert ő viszont nagyon-nagyon ilyen ívrosé fan, akkor szoktam mondani, hogy igen, ez a mandarinos tusfürdő, de szerintem ez még egy ilyen vásárláshoz való ajándék volt, talán amikor ugye beváltottam a szülinapi kupont júliusba, és akkor szerintem választottam ezt, vagy olcsóbban vettem. Na mindegy, szerintem túl sokat is beszéltem erről. Én szerintem ezt a videót itt most lezárom, ennyi volt ez a elfogytak videó. Úgyhogy véget ért a Moka már a záró Hirdiko Beauty Mokatára. Ha tetszett, nem sokára újra, újra láthatsz. És mondjam el végig ezt a Jóskasára, Tercsi Pecsi Katakláros valahányéb a naptárban. Eljövök hát hozzátok, viszont látásra beauty bajtások. Iratkozzatok föl a csatornámra, hogyha érdekeltiteket az én is beauty és minden más jellegű videóm. Maradjatok velem, és a kis csengőt is nyomjátok be, mert akkor mindig kaptok értesítést új videó feltöltéséről. Addig is sziasztok! Sziasztok! <laughs>